Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag olyanokról fogunk beszélni, ami vagy elmaradt, vagy előfordulhat, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindegyiket elmondtam. Lehet, hogy kétszer is beszélek róla, de gyakorlatilag a maradványokról és az elmaradt dolgokról fogunk beszélni. Itt hozzá kell tennem, hogy voltak és lesznek is olyan programok, amiket én egy témakörben nem mutatok be. Értelemszerűen, hogyha rákattintasz ide, és ide mész, hogy MX eszközök, találsz egy-két olyan eszközt, amiről nem beszéltem. Azért, mert vagy nem értek hozzá, nem is érdekel, tehát a remaster, tehát egy MX spin elkészítése, egy MX újraforgatás, tehát egy olyan isú elkészítése, ami az én képemre szabott, és esetleg más felületet ad, mint a gyári, ez nem az én feladatom, nem az én dolgom, nem is érdekel. Azaz ehhez én igazából nem értek, illetve előfordulhatnak olyan programok, most is és a későbbiek folyamán is, amik kimaradtak azért, mert úgy gondolom, hogy nem kezdőszintű dolog, és esetleg később rátérek, de gyakorlatilag a kezdőknek, a középhaladóknak az eddig bemutatott programok, illetve a mai programok, amiket bemutatok, nagyon kényelmesen használhatók. És nyilvánvalóan vannak olyan programok, például a Samba beállítás és egyebek, amiről nem tudok beszélni, miért? Mert ilyen hálózatom nincs, én ezt nem használom, esetleg olyan eszköz csatoló, ami nekem nincs, amit én nem használok, arról igazából semmit nem tudok mondani, nem tudom bemutatni, hogy nagyjából hogyan működik. Azaz a maradványok, illetve előfordulhat, hogy erről már volt szó, az igazat megvalva elfelejtettem felírni, és gyakorlatilag annyi programot átvettünk, hogy előfordul, hogy kettőször előkerül valami, de semmi gond. A Krón beállítása, ahogy a telepítésnél is beszéltünk róla, és felhívtam mindenkinek a figyelmét, hogy ott az induló szolgáltatásoknál a Krónt és az ahhoz tartozó egyéb dolgokat nem kéne kivenni, mert sok program használhatja, például ahogy lehet látni, a menető programom is használja, automatikusan a Krónba elhelyezi azokat a bejegyzéseket, ami kell, és a Krón le fogja futtatni. Ebből következik, hogy a Krón egy időzítő eszköz, az egyik legkényelmesebb. Természetesen mindenki tudja, hogy a Krónt, a Krón tabot kézzel is, szövegszerkesztővel inkább így mondom, lehet editálni, de sokan félnek tőle. Miért? Mert bonyolultnak tartják, meg különben is ott mindenfajta csillagokat, számokat kell beírni, aztán elmarad. Pedig hiba. A Krón egy nagyon kezes eszköz, nézzük is meg, hogyan lehet beállítani. A beállítás nagyon egyszerű, ha új feladatot szeretnél felvenni, akkor ráböksz ide, hogy fájl, és új bejegyzés. Na hát itt is meg lehet találni egyébként az ikonokat, de nyilvánvalóan azt választod, amit szeretnél. A bejegyzés összetevői nagyon egyszerűek. Visszafele kezdem. A kommentet meg tudod adni. Tehát adhatsz egy kommentet hozzá, például ez a mentés, vagy ez megeszi a kutyámat, vagy akármit, tehát egy a feladat leírást érdemes megtenni. Nyilván, hogyha 5-10 ilyen bejegyzésed van, nem igazán érdemes erre nagyon sok időt szánni, de gyakorlatilag, ha már több van, vagy összetette feladatokat akarsz ellátni, akkor már jól ki lehet kommentelni. A következő, ide szépen beírod a parancsot, a scriptet az elérési úttal együtt és felparaméterezve. Ez nagyon egyszerű feladat, ide azt a parancsot kell beírni, ami a terminálból lefut, és örülsz, hogy elvégezte a dolgát, és ezt a parancsot szeretnéd időzíteni, tehát ide bele kell írogatni, pontosan nem írogatjuk, másoljuk, hogy ne legyen eltérés, ne legyen hiba, hiszen előfordulhat az, hogy ha rosszul írsz be valamit, akkor nem végzi el a feladatot, és nem kapsz róla levelet. Nem fog szólni a rendszer, persze be lehetne úgy is állítani, de én feleslegesnek tartom, nem kapsz értesítést róla. Azaz, odafigyelve beírod a parancsot. Ennyi. Az időzítés szokott olyan lenni, amitől mindenki frászt kap és menekül.
El kell felejteni, nagyon egyszerű a Kron tabnak az összeállítása, az időzítése. Itt lehet látni, hogy 8 órakor fog ez lefutni, minden 8 óra 0 perckor, minden nap az évben, hónapban és a héten. Oké, hogyha valaki nem szeretné ezt úgy átlátni, és igazából nem is érdekli, akkor ide kattint és megkapja ezt a felületet. Bepipálja, hogy melyik percben. Nyilvánvalóan akkor indítjuk el, amikor akarjuk. Van sok lehetőség, azaz az óra hányadik percébe fusson. Értelemszerűen, hogyha indításkor vagy 8 órakor, vagy akármikor 10-20-30 indítandó dolgot szeretnél megtenni, akkor nem azt teszed, hogy 8 óra 00 akkor minden elindul, hanem 1 perc, 2 perc, 3 perc eltolással, és itt igazából bepipálod, illetve rányomsz arra, ami kell, az órát, természetesen a délelőtti, illetve délutáni órákat meg tudod adni, hánykor fusson le, ez 8-kor fog lefutni, egyértelmű, melyik nap a hónapban, tehát a dátum szerint 1-én, 2-án, 3-án fusson le, nagyon egyszerű, azt hiszem ez nem jelent gondot. A következő gondolat, hogyha nem azt szeretnéd, a hónap 3. napján fusson le, hanem azt szeretnéd, hogy a hét valamelyik nap, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, itt ki tudod választani, és ő automatikusan be fogja írni oda azt, ami számodra fontos, azaz a hét napjához, illetve a hónap számozott napjához is hozzá tudod rendelni, itt egyértelműen meg tudod adni, hogy melyik hónapban fusson le. Ha nem adsz meg valamilyen értéket, tehát hogy holnap értéket, akkor egyértelműen azt fogja venni, ha például beállítod, hogy hétfőn fusson le reggel 8 óra 00-kor, akkor minden hónap, minden hetének, minden hétfőjén lefut az adott időben. Van egy pár olyan beállítás, ami igazából kényelmi funkciókat lát el, azaz fusson le óránként, naponta, hetente, havonta, évente. Azt hiszem, ez igazából nem számít olyan feladatnak, amit nem tudnánk ellátni, ha naponta vagy óránként le akarsz futtatni egy mentési folyamatot, és szeretnéd, hogyha a gép ezt megegyezné, meg tudod tenni. Nagyon egyszerű. Azt hiszem, ez nem jelenthet senkinek gondot. A reboot az újraindításkor lefuttatandó dolgok fontosak. Azaz, volt a honlapon egy olyan cikk, ami azt taglalta, hogy az XFCE alatt hogyan lehet autostartot elvégeztetni, azaz, hogyha indul a gép, ezeket a feladatokat, ezeket a programokat indítsa el. Itt bizony a Chrome-ba beírva a rebootnál, az újraindításnál is megadhatunk ilyen feladatot. Igazából nem ez a legszebb megoldás, de értelemszerűen, hogyha valamit indításkor, újraindításkor inkább így mondom, szeretnél vagy le kell futtatni, és mindenképp le kell futtatni, és te a Chrome-t választod, nem egy rossz gondolat. Nem egy rossz gondolat, meg lehet ebben oldani. Leokézom, nem történt semmi, hiszen nem új feladatot nyitottam, nem történt semmi olyasmi. Ha változókat szeretnél hozzáadni, illetve ilyeneket, amik hát egy kicsit módosítják ezeket a parancsokat, saját környezetet vagy változó környezetet hoz létre, akkor itt meg tudod adni, nem használom, ahogy lehet látni, illetve rábökve le tudod hívni a job listát, a munkalistát, és megnézed azokat a feladatokat, amik a mai napra, 2. hó 23-a szerdára vannak időzítve, 8-kor és 17-kor lefut a mentési feladat. Ennyi, igazából utána természetesen, ha újat hozol létre, akkor azt lemented, azaz le tudod menteni. A következő gondolat, hogy miért kényelmes ez? Azért, mert az editálásnál kivág, másol, illetve törlés, ott van mindegy szövegszerkesztő, mindegy komoly szövegszerkesztőben, ugyanúgy tudsz másolni feladatokat, és utána teszem azt, van egy ilyen mentési feladat, a parancsor kész van, csak az időzítéseket akarod megváltoztatni, akkor bemásolgatod esetleg, vagy a parancsot különböző paraméterekkel különböző időben szeretnéd futtatni, akkor nem kell az egészet beírogatni kézzel megint,
hanem kimásol, kivág, egyéb nagyon egyszerű, nagyon-nagyon kényelmesen használható. A törlésre odafigyelünk, ha valamit törölni szeretnénk, illetve természetesen a mentés az nagyon fontos, hiszen hiába készítünk el akármennyit, amíg explicit nem adjuk meg a mentési parancsot, odáig természetesen nem fogja lementeni a feladatot. Ennyi. Gyakorlatilag ez nagyon egyszerű előtét program, grafikus felületű program a Chrome, a Chrome Tab szerkesztésére. Mindenképp érdemes legalább egy esélyt adni neki. A következő program, amiről a mai nap még szeretnék beszélni, az természetesen a Disk Manager. A Disk Manager igazából nem alkalmas arra, hogy te a diszkeket komolyabb szinten kezeld, azaz formázd, még egyebeket csinálj vele, hanem egyetlen egy feladatra alkalmatos, megnézed, hogy mi van, és megnézed, hogy hova van csatolva, és hogyha szeretnéd lecsatolni, illetve felcsatolni, azaz munkába fogni, illetve eltávolítani elméleti szinten a gépedről, azért elméleti szint, mert csak lecsatolja, nem veszi ki a gépedből, természetesen ez a program alkalmatos lesz rá. Ahogy lehet látni, megkérte megint a jelszót, begépeltük, örömmel vettük, hogy el is indul. A gépben lévő dolgokat felderíti, illetve megnézi, hogy mi van felcsatolva, illetve megnézi, hogy min van lecsatolva, illetve nincs felcsatolva, melyikeket engedélyezed, illetve nem engedélyezed használatra, tehát felcsatolni, illetve lecsatolni szeretnéd, megmondja az alapvető információt róla, illetve a telítettséget megmutatja. Gyakorlatilag ennyi, ennél több számunkra nem kell, mert itt nem arról van szó, hogy mi formázni, particionálni, ellenőrizni szeretnénk a rendszert, a lemezt, inkább így mondom, hanem arról van szó, hogy leföl csatolgatnánk egyszerűen, illetve meg szeretnénk mondani, hogy ő legyen felcsatolva, ő ne legyen felcsatolva, és egyéb ilyen gondolatok. A gondolatnak a lényege az egyszerű, de ne nézzük le egy kezdőnek a felcsatolás, lecsatolás, azaz a lemez éppen használatba vétele, vagy abból eltávolítása kifejezetten gondot jelent, hogyha azt mondjuk neki, hogy az F-stabba ott van, írd át, írd bele. Hát bizony, azt mondja, hogy Szent Isten, ilyet én igazából nem akarok, ez az én szintem felett van, nem szeretnék ilyesmivel nagyon foglalkozni, én úgy gondolom, hogy a legkényelmesebb az, hogy kényelmesen, grafikusan óhajtom megtenni. Az MX-esek ezt felismerték, és elkészítették ezt a kis programocskát, ami nagyon kényelmes. Azaz, szeretnéd használni, vagy nem szeretnéd használni az adott lemez, pipa be, pipa ki. Ennyi, ha van természetesen hozzá jogod, hiszen előfordulhat, hogy a rendszergazda a letiltotta számodra ezeket a jogokat, de egyértelműen, ha te vagy a saját géped rendszergazdája, itt gyorsan fel tudod csatolni, le tudod csatolni az eszközöket. Az eszközre rákattintva nagyon egyszerű dolgot kapsz, elindul az az eszköz, azaz a partíció, az a lemez, a te fájkezelődbe automatikusan induló, hozzárendelt fájkezelőbe elindítja, és meg tudod nézni, hogy mi van azon, és tudod is már használni, írni rá, olvasni róla, másolni, törölni róla a dolgokat, tehát nagyon kényelmes. Valóban kideríti azt, hogy ehhez a fura nevű akármihez melyik lemez tartozik, és akkor megnézed, rákattintasz, egyértelműen lehet látni, hogy ezek a könyvtárok vannak. Nem meglepő, ez az Arch Linuxomnak a gyökérkönyvtára, azaz gyakorlatilag ez az, ami éppen használatban van, biztonsági okok miatt, hiszen az MX Linux mellett én tartok, minden Linux mellett tartok, egy tartalékrendszert, biztos, ami biztos. Oké, eljutottunk odáig, hogy bizony meg tudtuk nézni, hogy mi van azon a lemezen, és egyéb dolgokat, mit lehet tenni. Szerkesztés az, hogy hova csatolja fel. Ez nagyon egyszerű, igazából oda csatolja föl, ahova betallózod. Itt nem kell neked más tenni, csak valóban betallozni, hogy ide légy szíves felcsatolni, ebbe a könyvtárba szerkezd bele.
arra azért figyeljetek, bár nem fog nektek nagy gondot okozni, de problémákat talán igen, hogy az a könyvtár üres legyen. Tehát előtte létrehozod a könyvtárat, persze menet közben is létrehozhatod, létrehozod, megnézed, hogy abban biztos nincs semmi, és abba csatolja fel a rendszer, amiben te betallózod. Tehát nagyon figyeljünk rá, nem jó az, hogyha van benne valami fájl, nem fog semmi gondot okozni, a csatolás okán nem fognak eltűnni jó eséllyel, de nem kéne ilyesmit tenni, illetve meg tudod adni az indító paramétereket, az, hogy hogyan csatolja fel, milyen paraméterekkel. Ha ehhez nem értesz, ne nyúj hozzá. Gyakorlatilag nem kell hozzányúlnod, hiszen a rendszer értelemszerűen el tudja dönteni azokat a paramétereket, amire neked szükséged van. Ha pedig változtatni akarsz, át tudod írni. Check, azaz ellenőriz minden 30. induláskor, ezt érdemes nem használni egy modernebb gépeknél, nem használni akkor, amikor frissek a lemezeid, nem használni akkor, amikor biztonságot érzel, hogy ezekkel különösebb probléma nem lehet, hiszen újak, jók és minőségűek. Ha már régebbi, használtabbak ezek a lemezek, akkor már talán el lehet gondolkodni, hogy ellenőrizze, avagy ne ellenőrizze minden 30. indításkor. Itt a döntés az, hogy vagy automatikusan ellenőrzi, ilyenkor az indulás, a bootolás lassabb lesz, hiszen amíg ő ellenőrzi, odáig nem fog indulni neked a rendszered, de biztos lesz benne, hogyha figyeled az ellenőrzést, nem lesz gond, ha nem ír ki problémát. A másik megoldás az, hogyha nem használod a bootoláskori 30-as bootoláskori ellenőrzést, hanem te kézzel periódikusan lefuttatod a megfelelő ellenőrző programokat. Gyakorlatilag mind a kettőt hát lehet ajánlani, csak az egyiknek az a hátránya, hogy induláskor minden 30. bootolásod problémás lesz, lassabb lesz. Attól függ, mekkora az a lemez, milyen gyors, meg egyéb. Tehát ott előfordulhat, hogy itt ücsöröksz percekig, és nem indul rendesen a géped, úgy érzed, hogy nem indul, csak ellenőrzi a lemezt. A másiknak a hátránya, hogy bizony azt el szokták felejteni, azaz érdemes felírni az ilyen ellenőrző programoknak, mentési programoknak és egyebeknek, hogy kiterjesszem ezt a gondolatot, az időpontját, vagy periódikusan minden vasárnap, minden héten, minden hónap első napján, első szombatján, vasárnapján, amikor nincs munka a gépeddel, ezeket el kell látni. Oké, ennyi az egész. Nincs ezzel semmi olyan feladat, nincs ezzel olyan gondolat, ami számunkra meghatározó lenne. Információt is tudunk előkeresgélni, pár alapvető infót le fog nyomni neked, igazából nem egy hú de nagy információ áramlat lesz, de itt éppen az a cél, hogy ne kapjál olyan információkat fölöslegesen, ami ezt te nem értesz. Igaz? Mert hiába futtatsz le egy olyan ellenőrző programot, ami kiír neked 200 adatot, és egyikről se tudod, hogy micsoda. Azaz erre oda kell figyelni, hogy ezek valóban kezdő, illetve felhasználó barát programocskák. Miért? Mert nem adnak olyan plusz lehetőségeket, amivel belekeveredhetünk. Természetesen a kettő között, az információs a szerkesztés között, ott van a lecsatolás, azaz, hogyha leszeretnéd ideiglenesen csatolni azt a lemezt, akkor ő inaktív lesz, és nem fogod tudni elérni visszacsatolás nélkül a fájlkezelődbe. Azaz itt, ha lehet, bár véleményem szerint nem is mindig lehet ilyesmit megcsinálni, a rendszerpartíciót nem igazán, illetve a home partíciót nem igazán egészséges lefölcsatolgatni, mert előferdülhet az, hogy a géped nem indul, illetve nem tudod használni utána a rendszeredet, hát erre nagyon oda kell figyelni. Oké. Gyakorlatilag miről beszéltünk? Két elmaradt program van, bár a Chrome az nekem bizonytalan, mert lehet, hogy csak valakivel beszéltem róla, lehet, hogy csináltam róla videót is, de lényeg az, hogy a Chrome tabról, a Chrome eszközökről, arról én igazából lehet, hogy beszéltem, lehet, hogy nem, de hát most beszéltem, illetve a partíciókezelés, illetve disk menedzselésről beszéltünk pár szót. Igazából kicsi program, de jól használható. Kezdőknek ennél több nem kell,
és utána kiválaszthatja azokat a rendszer, lemez, szerkesztő programokat, géparted és egyebeket, vagy terminálosból is van, vagy legalább 3-4-5, ami elterjedtebb, persze utána kell olvasni, melyik mit tud, de gyakorlatilag kezdéshez igencsak kényelmes és használható dolog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó MX Linuxozást kívánok, és használjátok egészséggel ezeket a programokat. Jó programok, jól eltalált funkciókat raktak bele, azaz nem olyanok, hogy ezzel lehet villogni, hogy micsoda frankó és hű, mennyi mindent tud, hanem pontosan azt a szintet találták el, hogyha valaki feltesz egy MX Linuxot, a telepítés egyszerű. El tudjon indulni, be tudja állítani, be tudja konfigurálni a rendszerét, és utána tovább tud lépni. Nyilvánvalóan egy haladó, akinek esetleg az NVIDIA, vagy a Nano, vagy a VI egyéb kellemesebb, az nem fog az itteni időzítő programmal ott pötyögni, hogy elsőjén 0 órakor, hétfőn, meg egyéb, hanem gyorsan megnyitja a Crontab kötőjel e-parancsal a szerkesztőt, és villámgyorsan elintézi a dolgait, de kezdőknek nagyon jó. Köszi szépen! Sziasztok!